Sziasztok, ez itt a LOL, ki mit tud legújabb része. A főszerepben ezúttal Jáksó van, a széltoló. Soha nem tudtam egy helyben maradni. Passzív képessége, hogyha rohangál, mint egy idióta, akkor cserébe kevesebbet sebeznek rá. Felhívnám mindenki figyelmét, hogy a való életben nem szabad rohangálni, mert elesel és kitörik a fogad. Aztán majd berepül a lukon a moly lepke. Ezen felül a kritikus csapási esélye is megduplázódik alapjáraton. A kújával addig szurkálja áldozatait, amik azok oda nem adják az iPhone-jukat. Ha három embert is megszúrt, akkor jutalomul útjára küldhet egy kedves forgószelet. Azért ezt sem ajánlanám alkalmazni a való életben. A W képessége Aang egy falat alakít ki maga előtt, ami elnyel minden lövedéket, ami beleütközik. Ez arra jó, hogy az ellenfél elhasználja minden képességét, ami mind a falba ütközik, és mérgében eltörje a billentyűzetét, hogy a későbbiekben alanélkül kelljen játszania. Ezáltal előnyre tehetünk szert. Az E képességgel csúszkálhatunk kecsesen, mint egy jégtáncos. Ugyanarra a szerencsétlenre nem tudunk egyhamar újra rácsusszanni, viszont másokra villámsebesen válthatunk. Minél többször csinálja ezt rövid időn belül, annál többet sebez. Ha csúszás közben használjuk a Q-t, akkor egy gyönyörű piruettet mutathatunk be, ami annyira pompás látvány, hogy mindenkit sebez vele maga körül, nyilván. A Q-t már kétszer is elhasználtuk, és kedves kis tornádunk készen állna, és ekkor nyomjuk el elközben, az már annyira szemetkápráztató balett mozdulat lesz, hogy örömében a magasba ugrik minden néző, aki a közelben van. A végső képességével pedig mindenkit barátságosan lekaszabol, aki örömében a magasba ugrott. Nem számít, hogy Jáksó piruettje késztette őket erre, Blitzcrank ökle, Malphite ultia, vagy épp a saját képességük miatt vannak a levegőben, mindegyik esetben használható a vagdalózás. Jáksó alapvetően a sebzésére épít, azonban ezt nem csak támadó erővel növelhetjük. Mivel a kritikus esély mindenképp megduplázódik, érdemes ezt vásárolnunk. Ezen felül, mivel a támadási sebesség csökkenti az időt, ami két szurkálódás között el kell, hogy teljen, a Q képességgel, ezt is érdemes építeni. Ha nagyon jól megy a hentes szakma, akkor építhetünk teljesen sebzésre. De ha félő, hogy az ellenfél összecsuk minket, mint a napozó ágyat, akkor egy-két védekező tárgyat érdemes vennünk. Ha elég kritikus esélyed van, illetve kritikus sebzésed van, így is félni fognak tőled. Sőt, ha még nehezebb is megölni, még jobban. Ha azt akarjátok, hogy semmire ne legyetek jók, akkor varázserőt is vehettek, de ne tessék meglepődni, ha a csapattársak hőbörögnek emiatt. A képességek közül, ha van lehetőségetek csúszkálni, akkor az E-t tud a legtöbbet sebezni, ezt maxoljátok. Ha inkább picit távolabbról szulkálnátok, akkor a Q-t és utána az E-t. Ha esetleg nagy szükségetek van arra valami miatt, hogy a fallal kivédjétek a támadásokat, különben megöl ellenfeletek, akkor harmadik helyett másodikként is maxolhatjátok a W-t. De elsőként semmiképp nem érdemes. A legjobb dolgod akkor van Jáksóval, ha a társaid levegőbe tudják dobni az ellenfeleket, ekkor gyakran kaszabolhatsz, nem kell saját kezüleg égbe kényszeríteni őket. A legegyértelműbb összhang Malphite-tal van, aki ha berepül sokak közé, általában megéri azonnal bemenni. Nos, hát most már mindannyian tudjátok, ezeket tudja Jáksó a heti hetes vezetésén kívül. Én köszöntöm a figyelmet, névtelen voltam, sziasztok!